Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Megújult a védőnői szolgálat épülete a Parhanton. Három település kismamáit segítik az intézményben. Nem mindegy, mit teszünk a hőségben, a napi folyadék bevitelre is fokozottan figyelni kell. Elfutott a rendőrök elől, végül mégis elkapták a moldáv embercsempészt. Életmentő veterán, 40 éve dolgozik mentősként a paksi férfi. Három település védőnői szolgálatát látja el az az intézmény, aminek felújítása a napokban készült el a Parhanton. A 30 éves épületet közel 26 millió forintból korszerűsítették, melynek 95%-át az állam támogatta. Tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet! Szabó Lőrinc Szeressétek a gyerekeket című versével nyitották meg a felújított védőnői szolgálat épületének átadó ünnepségét a Parhanton. Az eseményre több édesanyja is ellátogatott gyermekével, hogy megnézzék, milyen korszerű környezet várja majd őket a következő tanácsadáson. Nagyon örülünk neki, hogy ez létrejött, így biztonságos, boldog, tiszta környezetben tudhatjuk a gyermekeinket, ha jövünk tanácsadásra. Örülünk nagyon. Az épületet 25 millió 750 ezer forintból újították fel, aminek 95%-át a belügyminisztériumhoz benyújtott pályázaton nyerte el a település. A visszamaradó 1 millió 250 ezer forintot az önkormányzat önerőből biztosította a költségvetésében. A beruházás eredménye, hogy az épület teljesen felújult, úgyhogy hőszigetelés, tetőcsere, akadálymentesítés, fűtéskorszerűsítés történt. Emellett a védőnök számára új bútorok és bemutató eszközök is beszerzésre kerültek. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a védőnői szolgálat fontos és egyedülálló Magyarországon. A védőnői szolgálat egyébként, hogyha mondhatjuk ezt, egy hungarikum. Nagyon kevés helyen tudok én hasonló intézményről. Most a Kárpát-medencében próbáljuk az utódállamok területén az elcsatolt részeken is kialakítani ezt. Vajdaságban többé-kevésbé már megteremtődött, most Erdélyben próbáljuk hasonló módon megszervezni a segítséget az anyukáknak, illetve a kisgyerekeknek. A megújult intézmény három település, a Parhant, Mucsva és Nagyvejke kismamáit és babáit szolgálja majd. Kedd éjfélig meghosszabbították a hőségriasztást idehaza. A Nemzeti Népegészségügyi Központ az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal egyetértésben az elhúzódó kánikulára tekintettel döntött így. A hatóságok felhívják az emberek figyelmét, hogy a tartós meleg megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt többet pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a sportolást, futást, kerékpározást. Vigyünk magunkkal folyadékot, figyeljünk testünk hűtésére. A fesztiválokon, szabadtéri rendezvényeken szórakozók is töltsenek el néhány órát az árnyékban. Tovább folytatódik az asszály, a legfontosabb az ivóvíz biztosítása, de sorra készülnek el az ütemezett öntözési menetrendek is a mezőgazdasági felhasználók bevonásával, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Jelenleg a 12 vízügyi igazgatóságból 11 területén rendeltek el vízhiány elleni készültségi fokozatot, 12 vízhiány kezelő körzetben elsőfokú, 8-ban másodfokú, 22-ben harmadfokú, vagyis a legmagasabb készültség van érvényben. Árokba hajtott egy autó kedden délelőtt a szálkai elágazótól nem messze. A balesetben a sofőr megsérült, őt a mentők kórházba vitték. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás forgalomkorlátozás volt az érintett útszakaszon. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit és mennyit teszünk a nyári melegben, de a napi vízfogyasztásunkra is sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani. A dehidratáltság komoly veszélyekkel járhat, de a nehéz, zsíros ételek sem tesznek jót a kánikulában. A nagy hőségben érdemes friss, hidegen fogyasztható ételeket, könnyű leveseket, salátákat fogyasztani. A hetek óta tartó kánikula megviseli mind a felnőttek, mind a gyerekek szervezetét. Ilyenkor még fokozottabban kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre.
Az enyhe fejfájástól kezdve az eszméletvesztésig szinte bármi előfordulhat, ha a szervezetünk dehidratáltá válik. De egyáltalán nem mindegy, hogy mit iszunk ilyenkor. A kávéval, az energiaitalokkal és az alkoholos tartalmú italokkal a nagy hőségben csak ártunk magunknak, hiszen ezek vizet vonnak el a szervezetből. Nyilván azért a jó idegsör biztos jól esik. Lényeg az, vannak most már ugye ezek a gyümölcsös változatok is, vagy aki esetleg szereti az alkoholmentes sört. Lényeg az, hogy sok folyadék legyen, és az nagy többségben víz. Víz. Lehet az csapvíz, lehet ásványvíz, lehet buborékos, lehet sima, de víz. A kánikula ideje alatt érdemes az étkezést is átalakítani, már csak azért is, mert ki akarna hőségben a forró konyhában a tűzhely mellett állni és főzöcskézni. Ilyenkor jobb, könnyedebb, egyszerűbben elkészíthető ételekre cserélni a napi menüt. Most nagyon ajánlom a gyümölcsleveseket, bármelyik gyümölcsből, bármilyen formába, krémlevesbe, vagy csak a hagyományos változatba, a saláták, tésztasaláta, zöld saláta, szintén minden mennyiségben, könnyű húsok, ugye a grill szezon van, tehát lehet a grillezett húsokat is, és főzelékek, és hát ilyen jellegű ételek, amik nem nehezítik el a szervezetet. A görögdínje népszerű nyári eledel, sokan a nagy víztartalma miatt is szívesen fogyasztják. A szakember mégis azt ajánlja, hogy azok, akik diétáznak vagy cukorbetegek, mértékkel legyenek a gyümölcsből, hiszen a magas cukortartalma hatással lehet a vércukorszintre. Mostanra minden tizedik fogvatartott embercsempészet vagy azzal összefüggő más bűncselekmény miatt ül börtönben idehaza, közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, és Mell János a büntetés végrehajtás országos parancsnokának biztonsági és fogvatartási helyettese. A körülbelül 19 ezer érintett közül több mint 2000 embercsempész. Az ilyesfajta bűncselekmények miatt elfogottak elsöprő többsége, 88%-a nem magyar állampolgár. Az idén már több mint 900 embercsempészt fogtak el. Jelentősen átalakítaná a kormány a felsőoktatási jelentkezési rendszert, sajtóértesülések szerint. Úgy tudni, Csák János kulturális és innovációs miniszter már elkészítette azt a tervezetet, amely sok tekintetben visszatérést jelent a 2010 előtti időszak szabályozásához. Például azzal, hogy az egyetlen általános bemeneti követelmény az érettségi legyen. Az egyetemek kapnának jogot azt előírni, hogy mit honorálnak extra pontokkal, például a szakmai gyakorlatot, vagy hogy melyik érettségi tárgyakat veszik figyelembe. Az érettségivel így maximum 400 pontot lehet szerezni, további 100 pontot pedig az egyetem adhatna a saját követelményei alapján. Az átalakítást indokolhatja, hogy az elmúlt években a főiskolákra és egyetemekre jelentkezők száma 140 ezerről 73 ezerre esett vissza. Két év felkészülés után állhattak színpadra a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar tagjai a spanyolországi Valenciában. A zenészek egy nemzetközi versenyen vettek részt, ahol ugyan nem őket választotta a zsűri a legjobbnak, ez viszont egy cseppet sem viselte meg a csapatot. Azt mondják, nagyon élvezték a külföldi fellépést, és megismerkedhettek a lenyűgöző várossal is. Most pedig már egy újabb nemzetközi bemutatkozásra készülnek, sőt a tervek szerint egy világhírű zeneszerzővel is közös munkába kezdenek. Annyi már most bizonyos, hogy ehhez a témát egy tolnai legenda adja majd. Beszélgettünk a darab témájáról, és hát úgy néz ki, hogy egy tolnai legendát fog feldolgozni, méghozzá sárgalábú történetet, úgyhogy valószínűleg meg fog születni az első tolnai ihletésű fúvószenekari mű. 21 éves moldáv embercsempészt fogtak el a rendőrök FAD határában. A férfi török és szír migránsokat próbált Magyarország területére szállítani. Igazoltatása során a teherautót és a 13 menekültet hátrahagyva elfutott, de a rendőrök rövid időn belül a nyomára akadtak. Először a Bács-Kiskun megyei rendőrök próbálták megállítani a külföldi rendszámú kisbuszt az egyik ellenőrzőpontnál. Debreceniné Farkas Edit, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta. A rendőri jelzés ellenére is menekülő teherautót végül csak FAD külterületén tudták megállásra kényszeríteni. 4 óra 45 perckor a tolnai rendőrjáról jelentette rádión, hogy a kérdéses járművet FAD külterületén a Tokaj utca végén intézkedés alá vonta, azonban a gépkocsi vezetője
távozott és elfutott az autótól, az autó rakterében viszont 13 illegális migráns személy tartózkodik, mint férfiak, közülük 4-en török, 9-en pedig szír állampolgárnak vallották magukat. A migránsok személyazonosságukat és jogszerű Magyarországon tartózkodásukat sem tudták iratokkal igazolni, így meghallgatásuk után visszavitték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Körülbelül fél órával később sikerült elfogni a gépkocsi vezetőjét is, aki egy 21 éves moldáv férfi. Őt embercsempészés miatt vonják a Tolnamegyi Rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán eljárás alá. Embercsempészésért alapesetben 1-5 évig terjedő büntetés szabható ki, de minősített esetben ez akár 5-15 évig tartó szabadságvesztéssel is járhat. Már egyeztetésbe kezdett az aszály miatt az Agrárminisztérium a hazai biztosítókkal. Feldman Zsolt a Szaktárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kapta a feladatot, hogy kidolgozza a gazdák kártalanításának részleteit. Az Európai Unió területének csaknem felét történelmi léptékű aszály fenyegeti. Magyarországot ugyancsak sújtja ez az időjárási szélsőség. Elsősorban az ország keleti régióiban tapasztalható nagy baj, de erősen érintettek Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye egyes területei is. A kánikula idején nem csak nekünk embereknek, hanem a körülöttünk élő madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben a madarak gyülekező helye lehet egy jól elkészített itató. Ügyelni kell azonban arra, hogy az itató lassan mélyüljön, a közepére pedig egy lapos követ érdemes tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Fontos, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyen legyen, így védhetjük a madarakat tűző napsütéstől, de az is lényeges szempont, hogy a víz kevésbé gyorsan párolog, ha árnyékban van. Az itató elhelyezésénél ügyeljünk rá, hogy a kertünkbe tévedő macskák számára elérhetetlen legyen. Rókát fogtak be a szekszárdi Balassa János kórház udvarán, az állat azóta már ismét szabad és jól van. A róla készített fotó az internetre is felkerült, ahol valaki azt írta, a vörös farkú négy lábú már évek óta rendszeres vendég az intézmény hatalmas udvarán. 40 éve dolgozik Bor János a Paksi mentőállomáson. A jubileum alkalmából családja és bajtársai tartottak ünnepséget az életmentő veterán tiszteletére. Gyermekei és unokája köszöntötte az elmúlt hétvégén Bor Jánost. János szerint ezt a munkát szeretni kell. Aki nem szereti ezt a szakmát, az nincs itt. De aki szereti, az évtizedeket lehúz. Most van, aki betegség véget szakadt meg, de vagy van más probléma, de aki szereti, az marad. Az ünnepséget Bor János felesége szervezte. Hát igen, szeretik őt, és jó vele dolgozni együtt. A Paksi mentőállomás munkatársa már 42 éve végzi hivatását. A munkaviszony 40. évfordulójára elismerést is átvehetett korábban. A családja és barátai most ezt az alkalmat ünnepelték meg. Regionális híreink következnek. Közel 12 000 úszták és evezték át idén a Balatont. A legidősebb induló 83 évesen teljesítette a távot. Hőség, sérülések, leégés, fiatal vöröskereszt önkéntesek segítenek a balatoni nyaralóknak a strandokon. Bemutatták a helyi értékeket, termékeket, kistérségi eszencia fesztivált tartottak Siklóson. Közel 12 000 úszták és evezték át idén a Balatont. Profi és amatőr sportolók egyaránt vállalkoztak arra, hogy teljesítsék a Réfülöp és Balatonboglár közötti 5200 méteres és a 2,6 kilométeres távot. A leggyorsabb két válogatott úszó volt Vas Luca és Barabás Imre. Ők valamivel több mint egy óra alatt teljesítették a távot. Kígyózó sorok várták a balatonboglári kikötőben, hogy hajóval jussanak át a Révfülöpi starthoz, a 40. Balaton átúszáson. Reggel 6 óra 55-kor indult el a megmérettetés. Világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmesünk! Én vezettem,
tudom meg ezt. A nőknél Vasluca lett a leggyorsabb 1 óra 6 perc 19 másodperc alatt, amíg a férfiaknál Barabás Imre 1 óra 2 perc 46 másodperc alatt teljesítette az 5,2 kilométeres távot. A profi nyílt vízi úszók egy edzésként tekintettek a megmérettetésre. Szuper jó volt, a hőfok is szerintem teljesen ideális volt, hullámok se nagyon voltak, és mi nagyon szeretünk korán reggel úszni nyílt vízi úszók, illetve medencés úszók lévén. A profikat az utánpótlás versenyzők és az amatőr úszók követték. Az ideig is visszajön fel, jó úgy? Málna! Málna! Szia! A legkisebbek is rajthoz álltak, a 11 éves Málna először úszta át a Balatont. Már így, amikor megláttam a feltávos bóját, már majdnem mondtam, hogy hát meg kéne állni a hajóknál, de hát nem, mert mondom, megcsinálom már inkább. Szalai Szabolcs 24 éves és 31-szer úszta át már a Balatont, idén is 2-szer teljesítette az 5,2 kilométeres távot. Nehezebbnek nem, inkább lélektanilag volt kicsit megterhelő, ez inkább ilyen városnézéses úszás volt, szépen körülnéztem a Balaton közepén, jól is esett a második. Kicsit eltaktikáztam olyan szempontból, hogy túl sokat pihentem a második előtt. Sipos Gyula a legidősebb indulók közé tartozik, 83 éves, és idén 15-ször úszta át a Balatont. Egy jó kihívás. Mindig azt szoktam mondani, hogy magamévá teszem a Balatont. Úgyhogy most az idén 15-ször tettem magamévá a Balatont. A 69 éves Gurbán Gyula 40-szer is teljesítette a Révfülöp Balaton boglártávot. Mint mondja, ezután már az 50. átúszás a cél. És a cél ezek után, 40. után az 50., illetve a 6 csodálatos unokával szeretném átúszni. Idén sokan indultak az úgynevezett Balaton áthúzáson is. A legtöbben száppal teljesítették a távot Révfülöp és Balatonboglár között. A szervát ültetettek csapata először indult a megmérettetésen. Kénytelen voltam beleugrani, és azt hittem, hogy majd lehűlök, de nem. Tehát meg voltak ilyen dökhullámok, mikor elment egy-egy hajó, azért a szapot az megdobálja, meg a sok úszó is kavarta a vizet, de egyébként ideális. Idén rekordszámú nevezővel rendezték meg a 40. Balaton átúszást, közel 12.000-en álltak rajthoz. Közel 500-an érkeztek más országból a tömegsport rendezvényre, de szinte egész Magyarország is ott volt, hiszen 1043 településről neveztek az átúszásra, amely egyedülálló Európában. Egy Balatonunk van, ami fantasztikus, a Balatonnak 1000 arca van. Amikor az átúszás van, akkor általában a szép arcát mutatja, csendes a víz, alig hullámzik, meleg van. És azt az érzést, amikor valaki a Balaton közepén megfordul és visszanéz Balatonra, aztán előnéz a Boglári dombra, az felejthetetlen. Az úszók biztonságát a 200 hajóból felállított folyosó biztosította, de a vízirendészet, a Magyar Vöröskereszt és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai is jelen voltak. Nekik is köszönhető, hogy sikerült újraéleszteni azt az 51 éves férfit, aki pár száz méter megtétele után váratlanul rosszul lett. Napszúrás, égési sérülés, kagyló okozta sebek, vágások. A legtöbbször ilyen esetekben tudnak segíteni a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat fiatal önkéntesei, akik egész nyáron szolgálatot teljesítenek a tó körül. 13 település, 19 strandján vannak jelen, és idén már közel 1000 esetben segítettek. Központ keresi bejelentkezés céljára Balatonszárszó központi strandot vétel. Balatonszárszó központi strand jelentkezik, a szolgálatot sikeresen megkezdtük vétel. 13 település, 19 strandján vették fel a szolgálatot a hétvégén is a Magyar Vöröskereszt fiatal önkéntesei. Balatonszárszón is már hosszú évek óta teljesítenek szolgálatot, számos esetben kellett már idén is beavatkozniuk. Az idei évben, főleg most már úgy mondom, hogy most már a szezon felénél járunk, és elmondható, hogy az elmúlt időszakban a rovar csípések, rovarok által okozott különböző sérülések azok, amik a sláger esetnek számítanak. A hétvégén is akadt dolguk az önkénteseknek, elsősorban a kánikula miatt kialakult hőguta miatt kértek a strandolók segítséget. Kiemelném a tegnapi napot, tegnap egy hatalmas nagy hőség volt, és ez a Balaton partján is megjelent. Egyrészt a meleg, másrésztről pedig ebből adódóan a strandolók is megjelentek nagyobb számban, és ez az eset számunkon is lett, tegnap közel 100 esetet láttunk el, és itt is a legkülönfélébb esetek voltak, de tegnap ugye főleg a melegnek és a napsugárzásnak köszönhetően az égési sérülések is, illetve a hőguta napszúrás is nagyon jellemző volt.
Idén közel 350 fiatal segít a Balaton körül, egészen augusztus 21-ig, már közel 1000 esethez riasztották az önkénteseket. Hagyományőrző műsor, kézműves foglalkozás és vásár gyermekprogramok. Csak néhány elem, amelyekkel a szervezők készültek a kistérségi Essencia Fesztivál résztvevőinek Siklóson. Az idén első alkalommal megrendezett esemény a Várkertben kapott helyet. Cél a helyi értékek, termékek, szolgáltatások bemutatása. Hagyományőrző műsorral vette kezdetét az idén először megrendezett kistérségi Essencia Fesztivál Siklóson. Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 5 millió forintos támogatással valósult meg a program. Az önkormányzat még az olyan húzó rendezvényei előtt, mint a Várfesztivál szeretett volna kedveskedni a helyieknek és a turistáknak, ezért esett a választás július 23-ára. Az Essencia Fesztiválnak pedig a nevében benne van, hogy az Essencia az, ami itt Siklóson lényekként, kultúrában, zenében, helyi termékben megjelenik, azt meg tudjuk mutatni mindenkinek. Kijöjjenek a siklósiak, a helyiek, jól érezzék magukat, és egyébként az ide látogató turisták, vendégek is megláthassák azt, hogy mitől vagyunk mi egy kicsit mások. A szervezők a színpadi elemek mellett a gyerekeknek is készültek programokkal. Kézműves foglalkozás, arcfestés és pónilovak is szórakoztatták a kicsiket. Ha pedig helyi értékek, természetesen nem maradhat el a vásár sem, ahol különböző kézzel készített tárgyakat is vásárolhattak az érdeklődők. Itt gravírozott egyedi poharak, üvegek, mécses tartókat is szoktam készíteni, jelenleg nincs itt, saját kézzel gravírozom őket. És mióta foglalkozik ezzel, és miért éppen ezt választotta? Hát én 2 éve kezdtem, igazából akkor csak éppen, hogy neveket írtam föl poharakra, és ezt autodidakta módon próbáltam későbbiekben fejleszteni, hobbi szinten, de nagyon szeretem csinálni. Saját kézzel készítésű termékeim vannak, hímzett törölközőim, szatyraim, kenyeres zsákok, frissen tartó kenyeres zsákok, neszeszerek, tehát sok minden ilyesmit készítek, illetve varónő a szakmám, tehát varok is, új ruhát alakítok, függönyt varok, bármit, tehát milyen igények vannak, illetve hagyományőrző ruhákkal is most már megkerestek, úgyhogy ilyen sok mindennel foglalkozom, hát közel több mint 30 éve. Az egésznapos ingyenes program a nagy meleg ellenére sokakat vonzott a Várkertbe, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a kedvükre való programot. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Megújult a védőnői szolgálat épülete a Parhanton. 3 település kismamáit segítik az intézményben. Nem mindegy, mit teszünk a hőségben, a napi folyadék bevitelre is fokozottan figyelni kell. Elfutott a rendőrök elől, végül mégis elkapták a moldáv embercsempészt. Életmentő veterán, 40 éve dolgozik mentősként a paksi férfi. Szerdán 30 fok körüli strandidő valószínű, mérsékelt felhősödések melletti változó napsütés várható. Elvétve jelentéktelen záporeső sem kizárt, de csak kevés helyet érintően kis mennyiségben eshet csapadék. A légmozgás általában gyenge marad, éjszaka nyugodt, gyengén felhős, csillagfényes, szélcsendes idő ígérkezik. Kellemesen felfrissül reggelre a levegő. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!